Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries. Lehet, hogy mostanában túl sok James Bond filmet néztem, de szerintem valaki követ. Addig mentem, amíg kisütött a nap, és elolvadt a hó, de még mindig a nyomomban van. A legrosszabb az, hogy a saját autóm az. De figyelj a trikót! Ha? Süt a nap, de azért ennyire meleg még nincsen, a tavasz még nincs itt. Kicsit összekaptunk, na! Van ilyen! Minden azzal kezdődött, hogy akkumulátort kellett cserélni. Az előző epizódban ezt kell keresni, de miért nem indul? Itt mindent megnézhettek, és ennek a résznek a végén kattintható is lesz. Szóval ott tartottunk, hogy akucsere. Kit? Minden oké? Okay? Jó az új aku? Na, Kit? It's good to hear your voice. Mód felett örülök, hogy jó engem hallani, de ez itt nem Amerika. Kennen wir uns? Na, hogy ismerjük egymást, te! 10 éve én építettelek! Ich möchte Sie bitten, mich nicht anzufassen. Ne érjek hozzád! Az enyém vagy! Na, elég ebből! Menjünk el egy fölre! Hát, ha az úton helyre rázodsz egy kicsit! Of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, a kit if you prefer. Okay, azt már tudod ki vagy, de kicsit haladjunk vissza Európába, jó? Ich glaube, dass ein beträchtlicher Risikofaktor mit diesem Einsatz verbunden ist. Azt mondd meg nekem, hogy milyen rizikó lenne abban, hogy végre magadhoz tér, és szépen bemutatkozzál. És ne angolul, légy szíves. J'essaie de me rendre utile. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le kit, si tu préfères. Ez itt nem a francia Alpok. Ahogy ez sem az Eiffel-torony. Ebből. Most már tényleg hagyd abba! Egy szép bemutatkozást kértem, nem angolul és nem franciául!
Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries, KITT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder Kit, falls Sie das vorziehen. Elismerem. Lehet, hogy én is kicsit ingerültebb vagyok a diéta miatt. De ő teljesen megkattan. Most már tényleg fejezd ezt be, mert elküldelek melegebb éghajlatra. Soy la voz de las industrias Knight, número procesador 2000. KITT, es más fácil de entender. Nagyon vicces. Na, induljunk tovább. You are not the proper owners of this vehicle, so either you get out, or I will take the appropriate measures. Még hogy nem én vagyok a tulaj? Meg szálljak ki! Komolyan mondom, kezdem magam egy szakmaroperával érezni. Mi ez, kórház a város szélén, vagy micsoda? Sem hlas mikroprocesoru vozu Knight 2000. Moje jméno je Kit. Jestli chceš, můžeš mi tak říkat. Csak érti, amit mondok. Hát csehűr pofázik. Teljesen úgy viselkedik, mint egy OSD komputer, amit valaki ide küldött. A 80-as évekből, csak éppen gonoszra programozva. Gonoszra programozva. No de velem ezt nem! Keményen oda csapok! Viszont eközben mennyi már arrébb. Szóval eközben lehet rájöttem, mi a baj a kocsinak. A feszültségesés miatt kiégett benne egy panel. De nem ilyen panel, ilyen. Falls Ihr Plan schief geht, möchte ich nur, dass Sie wissen, es war eine schöne Partnerschaft. Ne fés, ne búcsúz, minden oké lesz. Au! Na, Fajti? Ó. Na, csak nem? Szóval aj meg, léci. Nem vagyunk beszélő viszont. Nem? Hát te bolondultál meg teljes. Légy olyan, mint régen, légy szíves. De örülök, hogy látlak. Na végre! Haragszol? Hát éppenséggel egy kicsit még igen. Elmondod miért? Hát azért, mert teljesen kifoldultál magadból. El akartál ütni? Engem? Sajnálom. Nem baj. Az a lényeg, hogy újra jó vagy és szép. Kösz. Te is jó nézel ki. Hazudozni azért nem kell, jó? Menjünk, mert ők elunják magukat. Ahogy óhajtok. És hogy mindebből mi a tanulság? A tanulság pedig az, hogy megint tanultam valamit. Okosabb lettem. És ezzel a videóval üzenem Brüsszelnek, és mindenki másnak, ha van egy Knight Rider autója, és lemerül az akkumulátor, az SHS 1734-es panelt muszáj kicserélni. Találkozunk a következő videóban! Ha ideg van!